Szevasztok, itt vagyok egy szupergyors tutoriállal, ami arról fog szólni, hogy hogyan húzzuk át a videóinkat Premiere Pro-ból egy kis színezésre DaVinci Resolve-ban, majd hogyan húzzuk ezt minél gyorsabban, minél egyszerűbben vissza Premiere Pro-ba. Menjünk is, go! Szóval itt van ez a három kis darabkából álló sztori, hogy tulajdonképpen a Sony A7S-t essel vettem föl, van egy kicsit sétál, stb. Tök jó az a kis virágunk itt, ja, kicsit lassú, de mindegy. Szóval menjünk akkor rá a lényegre. Oké, megvan ez a, tegyük fel, hogy ez az egész projektünk. Azt mondjuk, hogy ki akarjuk exportálni ezt az egészet, kiválasztjuk a Final Cut Pro XML-t. Most ne foglalkozunk azzal, hogy ez nem Final Cut-ba akarjuk küldeni. Az XML a lényeg, mivel ez tartalmazni fog minden információt a projektünkről. Rámegyünk erre. Megadjuk a könyvtárat, hogy hova akarjuk ezt menteni. Ez teljesen jó, most nem foglalkozunk ezzel. És azt mondjuk, hogy save. Oké. Kiexportálta az XML-t, meg is vagyunk az egésszel. Átmegyünk DaVinci-be. És nyitunk egy projektet. Azt mondjuk neki, hogy teszt. Most ez nem túl fontos egyébként. És itt vagyunk egy üres munkalapon. Tehát itt vagyunk a munkalapon. Üres munkalapon. Kiválasztjuk azt, hogy import timeline. Import AF, ADL or XML. Majd ugye emlékszünk, hogy elmentettük ezen a névem a projektünket, vagy timeline-unkat. Megnézzük minden, oké, stimmelnek a beállításaink, 25 fps, a felbontás is oké. Itt igazából nem tudom, hogy van-e jelentőség, én ott a NAND-ra szoktam menni, nehogy megkeveredjen attól, hogy én nem Final Cut-ból exportálok, illetve importálok, bocsánat. Hopp, és már meg is jelent a három tagból álló kis videónk. Tök szuper, még gyorsabb is, mint Premiere-ben. Itt sok mindent lehetne csinálni, de nem, illetve nem csinálunk itt semmit, mert mi csak színezni akarunk. Fogjuk az első klippünket, létrehozunk ugye még egy nódot, most ebben nem menjünk bele, hogy itt most mi a feladat. Gyorsan erre rakok valami kis érdekességet. Jaj. Ez mindig ilyen, de legyen inkább film look. Ezt szeretjük. Hát igen, ez egy kicsit így sok nekünk. De a keying-el kicsit levesszük. Úgy. Legyen csak ennyi. Mondjuk 3. Aztán létrehozunk rá még egy nódot, és mondjuk ott egy kicsit csináljunk ilyen alapkorrekciót, most tényleg csak a mutatás kedvéért, nem egy gyönyörűség a végeredmény, de most nem is ez a lényeg. És fogjuk, és most ezt most rá húzzuk a másik két kis videónkra is. Oké. Egyébként ezen a kis virágon egész jól néz ki a dolog. Hát talán egy kicsit túl sárga, de most nem is ez a lényeg. Meg annyira nem is foglalkoztunk a videóval sem. Oké, frankó, meg vagyunk ezzel, akkor most mehetünk ide az export vagy render fűre, és itt megkeressük azt, hogy Premiere XML. Itt már van Premiere XML-ünk, nem kell a Final Cut-os témával foglalkoznunk. Igazság szerint ez teljesen megfelelő nekem ez a formátum, a ProRes Mac-en a szuper, a Windows-osok választanak maguknak valami szimpatikusabbat, MP4-et, mit tudom én, egyiket ez is tök jó, konténer, meg kodek, meg stb. És akkor oké, most ezzel nem, itt lehet mivel bóckodni, de nem is ez a lényeg, hozzáadjuk a render queue-unkhoz, jó, itt vagyunk ugye, és start render. Tadám, meg is vagyunk, kész is van a cuccunk, ezután mehetünk vissza Premiere-be, ugye itt van a szekvenciánk, illetve a videóink, és azt mondjuk, hogy import, bemegyünk a movies-ba, és itt van az XML-ünk, amit létrehoztunk, hát annyiban kicsit tróger voltam, hogy nem adtam neki nevet, de ez az, amit az előbb létrehoztunk DaVinci-ben, és azt mondjuk neki, hogy import. Fogja, azt mondja import files, és már itt is vannak a mi kis videóink. És
itt egy plusz segítség, hogy ha nem akarunk megkeveredni, akkor tulajdonképpen egész egyszerűen csak ezt a fájlt, ami ugye látjuk, hogy ez mindegyik videót tartalmaz, ez az egész szekvencia, és ugye itt árulkodik, hogy írja, hogy resolve, ezt magát húzzuk be. És ha látjuk, akkor szépen be is tudjuk tenni a másik projekt fölé, a hangot nem kell, nem is tudom minek hozott létre hangot, és hoppá, és kitörölhetjük a mi eredeti videónkat. Jó, ezt itt kiszedjük, ez sem kell nekünk, mert ez a projekt maga, és már is elindíthatjuk, és le is fut a DaVinci Resolve-ban meg színezett videónk. És dolgozhatunk tovább, jöhetnek a transition-ek, jöhetnek a feliratok, stb. Ennyi volt, köszi, csáá!